Közerővel zajlik a Móri út felújításának első szakasza, melyben egyebek mellett új körforgalom létesül a Dózsa-György út Zicsi-liget kereszteződésében. A munkálatok februárban kezdődtek, és a tervek szerint szeptemberben fejeződnek majd be. A felújítás, melynek költsége mintegy 1 milliárd forint, Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ez teljes közmű átépítést, az útburkolatnak nem csak a javítását, hanem gyakorlatilag újraépítését jelenti, kerékpáros közlekedés számára alakul ki kerékpáros sáv, és maga a környezet is megújul. Pákozdon a Katonai Emlékparkban rendezték meg a Nemzeti Emlékhely tavaszköszöntő rendezvényét. Az eseményen megemlékeztek a 175 évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc történéseire, és felidézték hazánk 24 éve történt NATO csatlakozásának kulcspillanatait. A találkozón Cserpakovics András Székesfehérvár polgármestere, a Honvédség és Társadalombaráti Kör tiszteletbeli elnöke beszédében megerősítette, a két fontos történés megerősíti Székesfehérvár múltbeli és jelenlegi kapcsolatát a Magyar Honvédséggel. Varga Tamás honvédelmi miniszterhelyettes beszédében hangsúlyozta, hazánk jelenleg jó úton jár, a költségvetésnek köszönhetően egyre fejlettebb technológiákat alkalmazhatnak a honvédségnél. A szomszédunkban egy háború dúl, és a szankciók, a szankciós infláció és a gazdasági nehézségek ellenére egy erős magyar honvédséget építünk. És egy honvédség mitől erős? Erős a költségvetési lábától. Egy erős költségvetésre épül. Idén a NATO előírások szerint 2%-ot eléri, a GDP 2%-át eléri a Honvédelmi Minisztérium költségvetése. Ezzel is tisztelgünk a NATO és a NATO csatlakozás előtt. Az Alba Régia Táncegyüttes a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére Petőfi Sándor életműve ihlette előadást mutatott be Verslábbak címmel a Malom utcai táncházban. Majoros Róbert művészeti vezetőt és csapatát Petőfi különleges életútja inspirálta a produkció létrehozásakor. A Verslábbak című előadás főszereplője Göbölös Gábor, az Alba Régia Táncegyüttes egykori tagja. A darab előkészületeiben is nagy szerepet vállalt. Ő vezeti végig a közönséget Petőfi Sándor életének izgalmas állomásain az Alba Régia Táncegyüttes és az Alba Régia Alapfokú Művészetű Iskola Pulutyka csoportja közreműködésével. Egy olyan élményt szeretnénk nyújtani a közönségnek a saját nyelvünkön, a néptánc nyelvén Petőfivel kapcsolatban. Olyan információkat, olyan érzeteket, amiket lehet, hogy még ők se ismernek, vagy nem tudnak. Bocsánat. Úgyhogy ez inkább nem egy emlékműsor, inkább ez egy előremutató, jövőbe mutató, egy csomó olyan fiktív dolog van benne, ami lehet, hogy meg se történt, vagy lehet, hogy nem így tanultuk, de mégis megtörtént. Tehát feszegetjük mi is ennek a Petőfi mondakörnek a dolgait, nagyon izgalmas. A fenntarthatóságról szerveztek szombaton konferenciát a Városházán. Bartoszek Lilla Judit, a Fenntartható Városok Szerveződés projektvezetője tartott előadást a jelenlévőknek a Kultúra és a Fenntarthatóság Székesfehérváron címmel. A workshopon Lenne Zsolt hangsúlyozta, már abban fenntartható lehet egy város kulturális élete, ha a helyi programok és rendezvények a helyi művészek, előadók és szervezetek együttműködésében valósulnak meg. Számomra mondjuk a kultúra és a fenntarthatóság olyan két fogalom, ami összekapcsolódható, ami a városunkra nézve és a városunknak a civil egyesületei, intézményei, előadó művészeti csoportjai részére, hogy például helyi fehérvári alkotókat, fehérvári művészeket, fehérvári együtteseket, társulatokat kérjünk fel egy-egy helyi rendezvény megtartására. Folytatódott péntek este a Vörös Marti Társaság új portrébeszélgetés sorozata. Az Íróasztal című esten Babori Zoltán a társaság elnöke moderálásával, ezúttal két kortársíró, Lomokos László és Borbé László írók voltak a vendégek, akik a jelen magyar irodalom megkerülhetetlen személyiségei. Nagyon örülök annak, hogy ez a kezdeményezésünk úgy néz ki, hogy sikeres, és sikeres lesz. És hát az, hogy a kortárs magyar prózaírás két ilyen kiváló személyisége képviselője a vendégünk, ez meg azt hiszem, hogy megadja az értékét és a rangját ennek a sorozatnak. Nagyon örülök, hogy elvállalták, két egészen kiváló és nagyon színes személyiség.